De a szátokat, vagyis a szát leonokat nagyon szeretem, mert mindegyik generációból tudok így az emlékezetem belőkotorni nagyon jól kinéző versenyautókat, de csak ennyi versenyzős vonalat vittem bele ebbe a videóba, mivel most el fogom nektek mesélni, milyen ez a szát leon, és kicsit össze fogom hasonlítani az Octaviával, az Octavia kombival, a tesóval, és kíváncsi vagyok, hogy a videó végére ti mit éreztek, melyiket választanátok. Kezdjük is az autó külsejével. Nekem az orra nem hozott akkora változást, mivel hogy én azt gondolom, hogy a másodikról a harmadik generációra váltáskor volt egy nagyon nagy külső orr kinézett változás. Most ez a lámpa nekem hasonlít a harmadik generáció, ugyanakkor ugyanúgy nagyon tetszik, én a harmadik generáció formát is nagyon szeretem, és nagyon jók ezek a apró mérnöki odafigyelések, hogy ebbe is van egy ilyen kis dizájn itt a lámpa külső végén, nézve ezeket nagyon szeretem. Továbbá ezek a hátsó lámpák is összébb lettek húzva. Itt nyitjuk a csomagteret, amúgy van lent kettő ilyen mű kipufogó vég. Csomagterünk óriási, ez is már bőven 600 liter fölött van, 617 liter. Ebben elmaradt kicsit az Octaviától, az Octaviának már 640 literes csomagtere van. Tehát azt gondolom, hogy nagyon kevés embernek fog hiányozni ez a plusz 20 liter, mert ami 600 liter fölötti csomagtér, az már óriási. Ez a Kombi Leon a harmadik generációhoz képest 3 mm-rel alacsonyabb lett, 16 mm-rel keskenyebb lett, viszont majdnem 10 cm-rel hosszabb lett, és így az autó 4642 mm hosszú, amely érződik a hátsó soron is, mert nagyon nagy a hely, és érződik, ahogy már elmondtam, a csomagtérben is. Na de üljünk be, és elmesélem bent nektek, hogy milyen a motorválasztéka. A motorválaszték kicsit katyvasz, mert felsorolták az összes alternatívát, amit én most el is fogok mondani a hivatalos sajtó bemutatóján még a Seat Leonnak, viszont jelenleg még nem elérhető ebből az összes motorvariáció, motorválaszték a konfigurátorban. Tehát sima belségési motorokból lesz hozzá 1 literes 3 hengeres benzines motor 90 és 110 lóerővel. 1.5-ös 4 hengeres benzines motorból lesz hozzá 130 és 150 lóerős, 1.5-ös lágy hibrid benzinmotor 150 lóerővel, 2 literes dízel szintén 150 lóerővel, majd lesz hozzá egy plug-in hibrid verzió, amely egy 1,4 literes benzinmotor, kiegészítve elektromotorral, 13 kWh-s akkumulátorral, de ebből mi érhető jelenleg el, ahogy én ülök ebben a tesztautóban? Elérhető 1000-es 3 hengeres benzines 90 lóerővel manuális váltóval, elérhető az 1,5 literes turbós benzines motor 130 és 150 lóerővel, 6 fokozatú manuális váltóval, mint ahogy volt a Skoda Octavia tesztautónk, valahol biztos kitesszük, hogy nézzétek meg. Az a motor, amely most ebben a konkrét tesztautóban van, az 1.5 turbóbenzin lágy hibrid motor, amely 7 fokozatú DSG váltóval, tehát automata váltóval van, és van az a 2 literes dízel 150 lóerővel, ugyanúgy 7 fokozatú DSG-vel. Ezekből lehet jelenleg választani a palettáról, a konfigurátorból. Minthogy nekem az autó hátulja se hasonlított a Skodára, a beltere se hasonlít egyáltalán. Tehát sokkal jobban sportos, és a Skodában még itt alul, ez a 10 colos kijelző alatt voltak gombok, ebben már nincs, ugyanúgy, mint a Golfban, mindent innen a kijelzőről kell állítgatnunk. Előttünk van az a nagyon jó 10,25 colos digitális kijelző, amely már alapfelszereltsége ebben a Leonban, ugyanúgy, mint a kulcs nélküli indítás is. A kormány is teljesen más, én nekem érzésre olyan, mint ami a Passatban volt, az Airline-os Passatban. Azért is gondolom ezt, mivel hogy ugyanazok a gombok is, tehát a tempomat gombok, a hangosító gombok, stb. És ebben nincs az a kis alsó kar, mint az Octaviában itt lent, alul a kormány mögött, amivel a tempomatot szabályozunk, és én meg kell mondjam, ezt sokkal jobban szeretem, mikor csak a kormányon vannak itt dolgok, és nagyon szép letisztult, és ez egy sportos felszereltség, amelynek az jelen, hogy FR, amely itt is rajta van a kormányon, amely, ahogy láthatjátok, piros varrással vannak a székek, ez eleve ez egy sportos ülés, tök jó sportos kormány, váltófülek, nagyon egybe van, és nagyon Seathoz való ez a konfiguráció itt belül.
Amikor elérkeztünk az autó árához, ennek a Seat Leon kombinak az alapára 6.937.000 forint. Tehát mondjuk 7 millió forinttal indul az autó. Az Octavia kombi 8 millió meg egy kicsi forinttól indult, tehát majdnem egy millióval olcsóbb a Seat Leon, és én magamból, amikor beültem, azon gondolkoztam, hogy hú, hát sportos, meg egyedibb, meg jobban néz ki, jobban mozog a szív felé, akkor biztos drágább lesz egy kicsit, és előkerestem, és mondom, olcsóbb, de tényleg? És tényleg. A konkrét autó, amiben én most ülök, ez a konkrét tesztautó, amiben én ülök, a 1.5-ös benzines light hybrid motorral, DSG váltóval és ezzel az FL sportos felszereltséggel 9 millió 900 000 forint körül van. Tehát összességében ez a 2020-as Seat Leon kombi egy nagyon jó kinéző autó lett, főleg hátulról szerintem. Elől már a harmadik generációs is jól nézett ki előről, de ez most hátulról nagyon baró lett. 600 liter fölötti már ennek is a csomagtere, óriási hely van hátul is, nem akkora a térérzet és literre összehasonlítva nem akkora, mint az Octaviáé, de azért ez egy nagy autó. És már digitális kijelzőt kapunk magunk előtt a lapáron, meg amiket elsoroltam. És egy nagyon jó sportos autó, jól kinéző, és hát olcsóbb, mint egy Octavia a lapáron, amely engem nagyon meglepett. Úgyhogy jöhet ide kommentbe, hogy ti melyiket, ha választanatok kéne. Én felvállalom, én elhajlok ebben az irányban, tehát nekem tetszik ez a sportos, feszesebb futómű. Nagyon jó ezzel a egy-öt light hybriddel járni, és tényleg ez a középkonzol itt lent, ahogy használni kell, engem nagyon megvet, rengeteg a tárolótér. Hát köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, nézzetek át más videókra is, kint vannak az Octavia és a Golf tesztjeink is, azokat is nézzétek meg, ha érdekel. Mi meg jövünk további tartalmakkal, csapatjuk tovább, aztán jók legyetek, sziasztok!